Dusnok egyik frekventált területe az István Király tér, ide érkeznek a távolsági autóbuszok, itt van az orvosi rendelő, de több vendéglátóegység is. A méltán híres Vajas sétány alig 100 méterre fekszik, minden adott ahhoz, hogy egy második falu központ szülessen itt. A Top Plus élhető települések kiírásán 130 millió forintot nyert a település a felújításra. Ez egy nagyszabású felújítás lesz, a partoldalba gabionfalakat épít, új térkövezés lesz, egy sík kis szökőkút is ki lesz alakítva a családok, a gyerekek részére, akkor napelemes lámpák lesznek elhelyezve, utcabútorokkal, padokkal, pihenőhelyekkel, szóval egy kultúrát 21. századon megfelelő egy teljes új falu központ, egy teljesen új park felújításba gondolkodunk. A szabadidőközpontba tervezett fejlesztés látványterve is elkészült. A záportározó körül egy 500 méter hosszú, rekordtámborítású séta és futókört alakítanak ki.